Sziasztok! Akartam egy ilyen új témát, legalábbis a kövekről ugye már volt szó, és mivel nagyon sok tarús videó van, és amúgy is sokan kérdeztétek ezt a témát, ezért most hoztam egy ilyen taró és a kövek kapcsolatáról egy ilyen kis szösszenetet. Igazából az ásványok, a kövek elég sok dolognak ugye a részesei, így mindig ott vannak a közelünkben, és talán te is láttál már taróst, akinél ugye ott vannak ezek a kövek, bár minden eszköz, minden dolog mást és mást jelent a különböző embereknek, és erről már beszéltem egy korábbi videómban is, lehet, hogy még több videómban is. Néha még a szavak mögött is mást-mást értünk, és ezzel a kövekkel és a tarós dolgokkal is így van, és az ásványoknak számos felhasználási lehetősége adott, ugye. A kártyákkal is van, hogy inkább önismereti dolgokra használják, mások a jövőt próbálják ugye fürkészni. A köveknél is ki az intuíciós, vagy egyéb képességeit szeretné jobban előhozni. Ezek kreatív témák, és természetesen te is beilleszteted a rutinodba. A köveknek szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak, kicsit hasonlóan a kártyalapokhoz. Mindegyik hordoz már önmagában valamilyen minőséget. Sokszor használják a köveket éppen ezért amuletként, vagy kiegészítsék a tarózást, és mondjuk így rárakják a fekvőlapokra, vagy éppen mellé, mert ezzel a használó fel akarja a képességeit így erősíteni. Tehát számtalan izgalmas módszer van, amit alkalmaznak, és ez személyenként akár el is tér. Van, aki kis rituálékat tart, ezzel felkészítve magát arra a tudati állapotba, ami számára szükséges a taróolvasáshoz. Ez sokszor picit személyes is, és ezzel egy kis misztikumot adnak, és megadják a savát borsát, hogy elérjék azt a hangulatot, állapotot, amire ugye vágynak. Meg annyi lehetőség és eszköz van. A kövekben az a jó, hogy könnyű hozzájutni, sok bolt létezik, ahol árulják őket, még rendelni is lehet, és a legtöbb kő nem olyan szörnyen borsos, hogy az átlag ne tudja ugye beszerezni. Tényleg lenyűgöző tud lenni az ásványok szépsége, és miért ne lehetne a taróval ugye alkalmazni. Azért szokták többnyire a tarósok elővenni az ásványokat, mert úgy tartják, ezek a kövek segítenek összpontosítani, és mélyebb állapotba kerülni, azaz egy ilyen emelkedett hangulatba jönni, tehát egy szóval többnyire a kommunikációt és az intuíciós képességet szeretnék növelni, tehát a kövek spirituális szimbólumok, és sokan úgy tartják, ezek emelik az energiaszintjüket, mások meg csak a szépségük miatt szeretik. Igaz, a vélemények nagyon megosztóak ebben a témában is. Többen kérdeztétek, miért és hogyan használom a kristályokat az olvasásban. Személy szerint részben azért kezdtem el kristályokat ugye kirakni, mert szépek, és engem megindít a szépségere és elvarázsol. Viszont szívesen adok pár tippet, miért is szokták ezeket ugye elővenni, és hogyan tudod még használni, mire szokták így általánosságban. Nem csak magamról legyen ugye most szó.
A legkedveltebb kristály spirituális körökben a hegyi kristály, és amúgy már a jósgömbök is többnyire, amiket szoktak ugye használni, ebből a kőből készülnek, persze vannak más kövesek is. Nekem már egész szép gyűjteményem van, de azért vannak, akik nagyon megszállottak, és írtó komoly arzenájuk van, talán hozzájuk képest semmi az, ami nekem van. A hegyi kristályok voltak az első kristályok, amik beléptek ugye az életembe. Talán nincs is olyan ember, akit ez ne nyűgözne le. Még alkalmasnak tartják az ametisztet, a citrint, a szelenitet, a tigrisszemet, a fekete turmalint, a rózsakvarcot, a füstvarcot és a lápiszlazuritot is. Őket érdemes lehet beszerezni. Meditációhoz talán legjobban az ametisztet kedvelik, meg amúgy a tiszta tudatosság köve is az ametiszt, de a cölesztint vagy a szodalitet is szeretik meg. Ezek nagyon spirituális kövek. A harmóniát elősegíti a rózsakvarc, a krizopráz, a malahit és a cölesztin is, de vannak nagyon pozitív kövek, mint a citrin, a jáde, a rubint, amit a pozitív tulajdonsága miatt kedvelnek. Úgy tartják, az opál is nagyon jó divinizációhoz, és a holdkő, a krizopráz, az ametiszt erősíti ugye az intuíciót, még a lápis lazuritot is kedvelik, mert a pszichikus képességeket előhozza. A tigris szemet az éles meglátásokért tartják felelősnek, és vannak olyan kövek, amiket a földelés miatt alkalmaznak, és ilyen a füstkvarc, vagy a fekete turmalin. Azt szokták mondani, hogy a rózsakvarc nagyon jó, és segíti az olvasást. Érdemes lehet őt is beszerezni, nagyon kedvelt kő. Készítenek ilyen molyózacsis dolgokat, amikbe olyan dolgokat raknak bele, amik az intuíció növelésével kapcsolatos. Persze sok kő van, és mindenhez más társítanak. Van, aki hisz ebben, van, aki nem. Mindenesetre ezek szimbólumok. Számomra azok, és elsősorban szépek. Azt szokták tanácsolni a méretével kapcsolatban, hogy nem feltétlen kell nagynak, drágának, vagy valami iszonyatosan ritkának lennie. Persze, van, aki azt mondja, nem számít a méret. Mások meg azt mondják, számít, mert minél nagyobb a kő, annál nagyobb ugye az ereje, bár azzal szoktak érvelni egyesek, mikor valaki tarót olvas, akkor bizonyos szinten kis területre koncentrálódnak a dolgok, és ezért nem feltétel a nagy méret, elegek az átlagos tenyérben kellemesen megfogható kövek, még azt hozzá akartam így rakni ehhez a témához, hogy megemlíteni, hogy a kristályokat ugye tisztítják, főleg használat előtt. Van, aki komolyan gondolja ezt, mások meg amúgy nem hisznek ebbe, hogy a kristályok piszkosak lehetnek, más értelemben, mint fizikailag. Van, aki számára megnyugtató az, hogyha a kristály ott van előtte, és pszichológiai hatása van. Vannak, akik ugye rárakják a kártyákra, azért, hogy esetleg feltöltsék.
Van, aki meditál a kártyákkal, és mellé rakja azokat a köveket, amik szimbolizálják ugye a témát. Például, ha valaki azt akarja felmérni, milyen sikereket ért el, előveszi a botok hatost, és mellé rakja a citrint, vagy ha mondjuk szerelmi ügyeken gondolkozik valaki, akkor kiválasztja azt a kártyát, amivel ez a dolog ugye kapcsolatos, és mellé rak egy rózsakvarcot mondjuk. De most ez egy ilyen random példa volt, biztos ki lehet jobbat is találni, de csak szemléltetni akartam, hogy vannak ilyen dolgok. Magam nem meditálok a kártyákkal, de van, aki kifejezetten szereti ezt. Meg nem csak sok mindenre, hanem sokféleképpen is alkalmazhatod. Ugye többnyire kirakják az asztalra a kristályokat, de nem feltétel ez se, hogy kint legyen az asztalodon, mert ékszerként is ugye viselheted, vagy belerakhatod a zsebedbe, a melltartódba is akár. Csinálhatsz te is egy ilyen pszichikus képességek növelésére egy kis molyót. Persze ez nagyon király, mikor kint van az asztalodon a kristály, és sokan meditálnak az esemény előtt. Úgyhogy akkor is elő lehet őket venni. Látjátok, ennek elég széles a felhasználási módja. Lehet folytatni a kört más ötletekkel is. Ez csak pár a sok közül. Ha használod a tarózáshoz a kristályt, ha nem, biztos új élménnyel gazdagodnál, ha mégis. Egyéni dolog persze, hogy ki szereti, ki nem, és az is, hogy hogyan vélekedik a hatékonyságáról. Ami biztos, hogy szépek, ártani nem árt, általában idővel mindenkinek bővül a kristály kollekciója is, még a kezdő tarósoknak is szokták ajánlani, így ez senkit nem korlátoz. Szerintem nekem is bőven még fog kerülni pár szépség az arzenálomba, mert erre is totál rá lehet kattanni jó értelemben. Nem érzem őket sosem soknak, sem kevésnek, úgy jó, hogy vannak. Most ennyi lett volna a mondandóm. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, főleg ha szeretnétek még ilyen videókat ebben a témában. Nyugodtan kérdezzetek, hogyha valamire kíváncsiak vagytok, leírhatjátok ti is, mik a kedvenc kristályotok, vagy hogy mivel szeretnéd ezt a videót mondjuk kiegészíteni valami kristályos témával, nyugodtan. Most ennyit szerettem volna mondani. Sziasztok!